Ebben a videóban kipróbáltam a szerencsejátékot, hogy nektek ne kelljen. De tudjátok, ez két szóval áll össze, azaz szerencse és játék. Általában az a formája, amikor pénzben fogadnak az emberek. Google szerint a szerencsejáték egy olyan játékforma, amely során pénzben vagy más értéktárgyakban tételeket tesznek egy bizonytalan kimenetelű esemény végeredményére. A játék célja az esemény eltalálása és további pénz nyerésén áll. Tehát vagy te nyered a pénzt, vagy a játék tervező. Ugye a szerencsejátéknak több formája van, és felszeretném hívni a figyelmeteket, hogy ez nem gyerekjáték. És 18 éves kor alatt szigorúan tiltsa a törvény, az anyukátok és én is. Tehát leegyszerűsítve, ne szerencse játékozzatok, mint én most ebben a videóban. Négy fajta szerencsejátékról fogok beszélni nektek. Elsősorban a kaparós sorsjegyekről fogok nektek egy kis bemutatót tartani. A lottószerű, véletlenszerű játékoknak a megnyerésében, hogy mennyi esélyetek is van erre. Általában ezek a játékok és a gépek úgy vannak összeállítva, hogy mindig beleteszel egy adag pénzt, aztán visszanyersz egy adagot, és aztán azt a pénzt ugyanúgy vissza fogod tenni, és ezzel még többet fogsz veszteni. Egy kis nyerése, egy nagyobb összeggel akár eltetek veletek azt, hogy ez mennyire is könnyű lehet ez a játék, könnyű szerencsével nyerni, és ez annyira beszippant, hogy még több pénzt fogtok beletenni a játékba, mint amennyit nyertetek előzőleg. Így alakulnak ki a függők, ugye István? De most miről beszélsz? Igen, tudjátok miről beszélek. Ez nem egy jó hobbi senkinek. Elég kitrányul állalja, vágjuk le és kezdjük is bele a videóba. Amint mondtam, az első próbálkozásunk kaparós sorshely lenne, de mivel nem találtam sehol se kaparós sorshelyet a városban, ezért ezt a bizonyos tépős kaparóst kaptam. Itt 100 darab tépős sorshely. Így néz ki egy darab, 3 megvolt darabja, 200 forint körül van, és ez a 100 darab 25 000 forintba kerül. Ezt a pénzt ma el kell paljuk, ebben segíteni fog elő. Hello! Mert tudom, hogy kell elpalni a pénzt, nagyon gyorsan. Az első tépőzár, ami azt írja, hogy... Ketti! Mennyit? Mennyit? Az elsőbe... Nem nyertünk semmit. Nem nyertünk semmit. Wow. Egy letudva, még 99 hátra maradt. Nagyjál már nekem is. Nem halljátok? Nyert. Ezzel visszajött ennek a jegynek az ára. Nyertem 3 lejt, azt tudjátok mennyit? Hát amennyiben került egy gombóc fagyi 3 éve kb. Ó, és megint visszanyertem az árát ennek. Ó, én is visszanyertem ennek. Ha így folytassuk, akkor a nap végére az utca alá kerülünk. Ennek is visszanyertem az árát. Drága játék hülye gyerekeknek. Hát nem éppen hülye gyerekeknek, mint mondtam, ez 18 éven aluljak, nem megengedett ez a játék. Nektek mutatom meg először, hogy mennyit nyertem. 10 lej! Ezt ide teszem szépen. Ha így folytassuk a végén, még a villanyszámlát is ki tudjuk fizetni. Így van. 3 lej! Nem nyert! 3 lej! Wow! Nem nyert! Wow! Nem nyertem. De azért bevetted, mi? Nem. De én bevettem. Már van 2-10 lejünk. Wow. Szinte egy gyrosz. Kettő közül. Lej, wow. Hogy lehet ilyen nyittani? Nem tudom, de az a kedvenc számunk. Ez azt jelenti, hogy még kell venni, hogy még többet nyerjünk. Wow, 10 lej. Az utolsó 3. Ez lesz, amiben 1000 lej fog nyerni. Nem nyertem. Az utolsó előtti. 3 lej. A 100. darab, amiben semmi esély nincs, hogy nyerünk. A többi 99-hez viszonyítva. Még egy 3 lej. Ezt mutasd fel, kérlek. A végösszegbe ennyi lett nyerős, ezzel a két nagyobb nyereménnyel, ami duplája, mint ezek. Ezek pedig, amik nem nyertek semmit. Látszik, hogy mennyi a nyerős és mennyi a nem nyerős. Akkor az arányok. 66 nem nyert semmit. És 36-tal vagy visszajött az ára. Vagy háromszoros ára jött vissza. Szinte a fele visszajött. Amúgy el tudod képzelni, hogy a többi dolog, amit csinálni fogunk, annak a visszakapási esélye még kisebb, mint ennek a kaparós. A második szerencsejáték, amit ki fogunk próbálni, azt tudjátok, hogy mi ez. Amivel nagyon sok pénz megy, és szinte semmi sem vissza. Ez a szerencsejáték gép? A félkarú rabló lesz ez. Levettem egy szinte 10 000-essel többet, egy 400 lej. Igen. Életemben ennyi pénzt még nem raktam bele sehol. Most. Az az ötletem támadt, hogy azt a fix összeget felosszuk szépen és elnyomjuk 100-ból. Nem emeljük a tétet és nem csökkentsük a tétet. 100 nyomás, 100 nyomás. Amennyi kijött, annyi maradt, ez igazán fair példája lesz annak, hogy most mennyire fogjuk elveszteni a pénzünket. Ezekben a játékokban nincsen logika. Hiszen nem valaki megütötte. Ott van a 400 összeg. 100 nyomásunk van fixen. Ami mennyi marad, a végén azt kivesszük, nem? Így van. Wow, az első nyomásra nyertünk is. És azért választottam ezt a játékmódot, mert hogy én azt mondom, hogy vegyük ki ezt a pénzt most, és többet ne nyomjunk egyet se.
Az elején kicsit meglepődtem, hogy az első párnyomásból a pénzem 50%-át pluszba is nyertem, és így hiteti el veletek a gép, hogy a többi nyomás is ugyanilyen szerencsés lesz. Majd ezek után a következő nyomások csak mínuszba mentek, pár visszaadtam, amit elnyomtam, és ezután az 55 nyomásra a betett pénz 28%-át visszaadta a gép, amit kicsit nehezen hittem el, mert ez nagyon nagy szerencse kellett. És a maradék 50-ben csak a pénz ment el, pár pörgésnél kaptam egy keveset, de összességben, ha nem lett volna, akkor a szerencsém, amit háromszor beadott, bőven a betett pénz csak kis részét tarthattam volna meg. Ez pörgése 484. Nem jöttünk ki mínuszba, mert az elején nagy szerencsénk volt. Képzeljétek el, hogy mennyi profitot szereztem. Képzeljétek el azt, hogy mennyit vesztettünk is ezzel. 100 nyomás után 84 lejt nyertünk, de ez azért lehet, mivel hogy az előttünk lévő ember, aki ebbe a gépbe betett 1000, 100 000, 50 000 forintot, azt ő lehet, hogy mind elbukta és a gépbe felvúlt gyűlve már egy bizonyos összeg. Nagy szerencsénk volt azzal, hogy megnyertük ezt a 84 lejt. Átlagban az szokott lenni, hogy ezt a pénzt elbukod, nem megnyered. Tehát a lényeg az, hogy 100 nyomás után 85 lejt nyertünk, amiket nyertünk közbe, és azokat mind elvesztettük, akkor a nyerés aránya vesztéshez valami ilyen picike. Hülyeség. Nem szereztünk vissza semmit. Mivel hogy azt a pénzt belétetted a másik hülyeségbe. Elérkeztünk a harmadik pénzszerzési szerencsejáték módszerhez. Ahol van egy barátságos formája. Összejössz a barátaiddal pókerezni, vagy szimplán fogadtok. Igen. Főpapírológ. Játszunk négy. Vagyis... négyet, az 200 leérték. Legyen, de nem szeretek ilyent játszani. Mert általában én gyerek. De amúgy nem szoktunk ilyeneket játszani. Nem is szabad, persze. Kőpapírolló. Hoppá, egyet nyertem. Kérem az ötlen lejjelmet, köszönöm. Na jó. Kőpapírolló. Hát, 100 lej. Te akkor az eddig... 100 lejjem van. Ilyen a szerencsejáték. Így el tudtok veszteni mindent. Kőpapírolló. 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 Szóval. Adjad ide. Tessék. Kőpapírolló. Kőpapírolló. Kettőt nyert Ispán, és kettőt nyertem én. Igen. Ami azt jelenti, hogy 0-0. Elveszhettem volna kb. 9000 forintot, ami nagyon-nagyon sok girosz, és ő is nyerhetett volna ennyit. Megérte a kockázatot? Nem. Egyáltalán nem, mert éhes vagyok. A negyedik része a videónak a tőzsde lesz. A tőzsdéről annyit tudok, hogy lényegében ez nem szerencsejáték. De akik úgy csinálják, vagy olyan szemmel nézzük, akkor lehet lényegében szerencsejáték is. De csak azért, hogy ne beszéljek hülyeségeket, inkább fejem az egyik barátomat, csak jobban megértsük ezt az egészet, hogy mi is lényegében a tőzsde. A tőzsde az inkább egy ilyen találkahely, úgy képzeled. Én 2 éve vagyok igazából benne, de az első 1 év még inkább vitt, mint hozott. Nekem ennyi időm sajnos nincs ez a videóhoz. Még beszéltünk fél órát, és mivel finkom sem volt még mindig ahhoz, hogy hogyan is működik ez az egész. Kicsit jobban belásom magam. Erre is egy olyan körülbelül 400 lejt fogok felrakni. Szinte kizárt, hogy ezt megtanuljam én egy nap alatt. De utána nézek, és azután vissza is jövök hozzátok. Nem tanultam reggelig, több órákon át néztem, hogy hogyan is lehetne a legjobban kockáztatni a tőzsdén. Nem igazán tanultam meg. Úgyhogy a negyedik opciót a videóban most le fogom cserélni egy sokkal inkább szerencsejáték stílusú játékra. Gondolom sokatoknak nem kell bemutatnom a Cségót. Ez az FPS játék konkrétan egy szerencsejáték önmagában. A játék skinek része ugye bár. Skineket lehet nyitni fegyverekre, amik borzasztó sok pénzt érhetnek egészen pár centekig. Nyilván nem ingyen nyissátok ezeket a skineket ládákból. Bizony erre a játékra elég sok szerencse óta is épült fel. És ha bár a legkevésbé szerettem volna ezt bemutatni nektek, mégis ez lesz a legjobb példa arra, hogy mennyi esélyetek is van nyerni a szerencsejátékban. Ennek az oldalnak a nevét ki fogom takarni, csak azért, mert egyáltalán nem ajánlom, hogy bárki is feltöltsön ilyen oldalakra pénzt, mert sok ilyen oldalt ismerek, és higgyétek el, az egész lényegében csak egy pénzleszívó. Tegyük is fel a 81,5 eurónkat, ami 400 lejnek fel, meg a legszomorúbb része ennek a videónak, hogy ezt a pénzt már soha nem kapom vissza. Van az oldalon 131 coinom. Nem igazán akarom túlbonyolítani az egészet, de az oldalnak egy olyan részén fogunk játszani, ahol több ember fog egymás ellen játszani. Én versus valakivel, kinyitunk egy bizonyos összegre mind a ketten ládából skineket, és aki a legtöbbet húzza, az viszi az egészet. Megnézzük, hogy hol is jutunk 10 csatával. Meg 10 szereszessük, de semmi esélyt nem adok rá, szerintem minden fogjuk veszíteni. 13 coinos téteket kapunk, és be is tudtunk csatlakozni, ez 2v2-re megy. 2-2 ember van mind a két csapatban, aki többet húzza, az viszi az egészet. És ez egy tökéletes példája annak, hogy vesztettünk. Ja, ezt is vesztettük. Micsoda meglepetés. Akkor belépünk egy következő csatára. Ebben a játékmódban tényleg 2 versus 2 van. Itt vagyok én, itt vannak a coin számok. És minő szerencse, ezt is elvesztettük. Persze nem sokon, de elvesztettük attól. Keresünk szépen egy ládát, ami árértékünk arányában. Kinyitunk egy 10 coinos ládát, amiben kapunk
3 coinnal többet érő skint, mint amennyit beletettem, és ezt fel tudjuk nyomni a duplájára, aminek 45%-a az esélye, hogy most összejön nekünk. Szerintetek össze fog jönni? Nem! Úgyhogy ezt is elvesztettük kb. Wow! És ezt most megnyertük! 2 coinnal többet kaptunk, mint amennyivel beszálltunk. Akkor legyen az, hogy ide is beszállok. 18 coin, 16 láda, 2v2. Most meglepő módon 84-2-re osztva 42-t nyertünk, tényleg a dupláját, mint amennyivel beszálltunk, de viszont csak azért, hogy ezt meg tudjuk nyerni, el kellett veszítsek vagy 4-5 csatát, amiben többet vesztettem, mint most amennyivel beszálltam. Ugyanott vagyunk kb. A következő csatát elvesztettem, az azután itt megint, és a harmadikat ismét. A következő 2v2 csata 4 láda. Itt lássátok az arcomon a meglepődést, mert az utolsó ládában a csapattársam valami rettentő mód szerencsés volt. 66 coint nyertem, 17-nek a kockázatával, de hát eléggé kicsi volt rá az esélye. Legyen simán 1v1, már is becsatlakozott valaki, és akkor nézzük, hogy 10 ládából ki húz többet. Ó, és ezt is elvesztettük. Nagyon-nagyon szép. Tudjátok, mennyi van az inventoringba ez a 10-valahány csata után? Hát egy icipicit kevesebb, mint amennyit eredetileg feltöltöttem, és ez csak is azért van, csak is azért, mert a csapattársaim egyszer-kétszer kihúzták a legmagasabb itemet a ládából, amit elfeleztünk, és úgy jöttem vissza erre az összegre. És ha most folytatnám, akkor valószínűleg ennek csak a felét nyerném vissza, vagy éppenséggel semennyit az egészből. 100 000 forintból körülbelül 7 000-et vesztettünk a szerencsejátékkal, és ebben az volt a szerencsés, hogy nem többet vesztettünk. Nyerhettünk is volna, de általában szerencsejáték a vesztésről szól. Úgyhogy én most okos leszek, ezt a videót be is fejezem, több pénzt nem szeretnék veszteni. Remélem, egy kevés példát tudtam statuálni, hogy hogyan is működik ez az egész, mennyire is nem éri meg ez az egész, és remélem, hogy senki sem szeretné kipróbálni ezek után. Remélem, tetszett nektek ez a videó, ha igen, nyomjatok rá egy lájkot, és egy következőben találkozunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!